Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok. Önök az Azért jöttem ide című magazin műsort nézik, melyben nem titkolt célunk az, hogy olyan ősi, régi mesterségeket mutassunk be, amik már-már kihaló félben vannak. Nem tudom, Önök tudták-e, vagy tudják-e azt, hogy az északi féltekén élő ősember már 500 ezer évvel ezelőtt bevonta a lábát, védte bizonyos anyagokkal a hideg meg a viszontagságok ellen. Azonban a mai modern értelembe vett lábbeli, az is több mint 9000 éves, és Észak-Amerikában, Kaliforniában találták. Na most, amióta csak cipőt gyártanak az emberek, ugye ez éves szinten több százezer, akár millió is lehet, azóta elkopnak a cipők, és ilyenkor két dolgot tehet az ember. Vagy szerez egy újat, vagy elviszi egy suszterhez, cipészhez, vagy cipőjavítóhoz, aki megjavítja. Na, én ma egy ilyenhez megyek el, kérem tartsanak velem! Az már egy olyan cipő, amit kész van? Igen, most fejeztem be. Aha. És mi lesz a következő? Hát ami a kezem a másik, meg amit hamarabb szoktam így írni, ugye? Igen. Mindegyiket úgy szoktam időpontra, ugye? Feleslegesen nem utazzanak az emberek azért. Jönnek falukról. Egy Schuster? Te Schuster vagy cipész? Cipész végül is. Cipész. Cipőjavítom. De a tanult szakmád az egész más? A tanult szakmám az asztalos, ugye, végül is, de nem azzal foglalkoztam. Aha, adódik a kérdés, hogy lesz valakiből egy asztalosból, hogy lesz cipész, hát, cipőjavító. Édesapám által lettem cipész, mert ő ugye 42 évet dolgozott ebben a szakmában, és ugye én még gyerek voltam. És közben nyugodtan csinálhatod, nehogy a megrendelő lemaradjon. Nem, és nem őriz. Ugye láttam, hogy csinálja, megtetszett, próbálgattam, csinálgattam én is, és na, valahogy bejött nekem ez a dolog. Előzetesen itt beszélgettünk már erről a cipőjavításról, és én kérdeztelek arról, hogy nem-e túl monoton, vagy van-e elég változatosság ebben a munkában? Végül is van, minden cipőn ugye más kell csinálni. Másképp kell csinálni. Ugye az emberek is változók, mindig más emberek jönnek, új arcokat látok, ismerek. Minden szakmának megvan a saját varázsa, vagy maga varázsa. Na most, én örülök, hogy te mondtad, hogy ennek a minden szakmának megvan a varázsa, akkor nyilván ennek is megvan. A te szerinted mi a varázsa? Egy cipőjavító szerint? Én szerintem az, amikor egy cipőt már csinálok, befejezek, ugye, és elég jó sikerül. Közben jönnek vendégek, közben nem jönnek. Baj, szolgált ki őket ugye, nyugodtan. Elég jó sikerül, ugye, végül is. Nem? Ez. Megijedtek a kamerát. Ismerősök aztán. Ja, ismerősök. Úgyhogy, akkor egy cipőt befejezek, ránézek, olyan, mintha egy ember meggyógyítanak, mint egy orvos, ugye. Igen. Cipői doktor végül is. Meg ugye utána jön a klient a cipő után, és ránéz, jó, de jó sikerült, nem is gondoltam, hogy ilyen jó meg lehet csinálni. Aha. Az a hála. Végül is. Említetted, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtél. Igen, 10 évvel ezelőtt jöttem ide édesapámhoz.
De mivel sajnos ő megbetegedett, már 5. hónapja nincsen ágyba fekvő illet sajnos. Most már próbálom vinni testvéremmel, de ugye ő most nincsen itt, mert kis dolga van. Értem. Igazából arra vonatkozna a kérdésem, hogy ugye a cipők is, mint minden más, változik. Ugye? Igen. Van most már olyan klímaváltozás is, meg minden változik. Hogy tudsz nekem arról valamit mondani, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt mi volt az, ami leginkább, amit a legtöbbet kellett javítani egy cipőkön? Mi volt az, hogy van ebbe valami változás? Vagy mindig ugyanúgy a sarok kopik el, mindig úgy az oldala repet föl? Mindig ugyanúgy a sarok, mindig ugyanúgy az oldala, csak nem mindegy, hogy mennyi ide után. Ugye mi a régen mi gyártották a cipőket, ugye az ember hordta évekig. 2, 3, 4, 5, 10 évig ugye attól függ. Most ugye megveszik ezt a, most hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, ezt a kínai cipőket. Összefoglaló néven kínai cipő. Hát igen. És ugye az felhúzza azt, hogy nem érkezik haza, mennyiben már leválik a talpa, a sarkát elhagyja, vagy akármi. De minden javítható tulajdonképpen. Hát minden nem javítható, ugye? Az attól függ, hogy milyen. Aha. Mi a baja. De általában, amit tudunk, megmentünk mindent. Szokott olyan lenni, itt Beregszászon, mert Beregszászon vagyunk, hogy nem egy kínai cipő jön be hozzátok, hanem valami olyasmi, amire úgy, ami látszik, hogy ez egy jó minőségű cipő, csak már mondjuk 10 éves is. Hát szokott persze, még olyan is szokott lenni, hogy bejön egy klient, ugye azt mondja, ez a cipő már 30 éve hordja, ugye még a szovjet idejűből. És ugye az, mégis csak ránézek, hogy az egy bőrcipő, az még benne volt az anyag, nem mint a mai van. Van most is jó, ugye, de egyre ritkább vagy, nem tudom. Aha. Ennek a szakmának egyébként mik a veszélyei? Vannak-e valami veszélyei? Hát veszélyei. Ami mondjuk kényelmetlenné teszi. Hát vagy... ugye, megszúrhatod az ujjad, elvághatod a kezed. Hát ugye ezek a szagok, ugye ragasztó, festék, ugye a kis károsatása, ülőmunka, ugye reggelente fel kellett derekam, a lábam, fáj. De hát szerintem minden munkának van valami. Ez egyébként, ami most csinálódik, ez micsoda? Levetted a sarkát. Ez egy sarkalás, és teszek rá egy új sarkat. És ez nem, sarkat. Ez nem úgy van, hogy ezt készen kész. Kapod a sarkat, nem, és csak elkezd cuppantani? Ezt mi dolgozzuk össze. Mi készítsük, mi vágjuk ki, becsiszoljuk, kifaragjuk ugye. Érdekes dolog, aki nem tudja. Aha. A lábviselet kialakulása elsősorban azzal magyarázható, hogy az ember testét, így a láb felületét is védeni kellett az időjárás viszontagságaitól, s a talaj egyenetlenségeitől, másodszorban pedig a járást, munkavégzést segítette elő. A lábbeli ősi alakja a talp alá kötött fakéreg vagy bőr volt, ebből fejlődött ki idővel a ma is alkalmazott forma. A kialakítást kezdetben a célszerűség határozta meg, későbbiekben már a divat is befolyásolta a cipő esztétikai kiképzését. Itt, amik vannak neked eszközeid a cipőjavításhoz, azok hogy lettek? Hát édesapám által örököltem, ugye tőle örököltem, meg ugye közben, amit lehet veszegetni, azt megvesszük. De kimondottan ilyen mert például ez gyorsan megfogom én is, amivel most dolgozol, ez kimondottan egy ilyen célszerszámnak tűnik. Csak cipész, kés, persze. Aha, de ez sem, tulajdonképpen azon kívül, hogy bitangéles, azon kívül egy vasdarab, egy masszív vasdarab. Acél, igen. Acél. Masszív acéldarab. Aha. És mondjuk, már látok itt egész modern dolgokat, tehát fogókat, azok nem... Csipeljük fogó, csavarhúzó, orlók, ugye, hát na... Aha. Ezek közül tudod, melyik a legrégebbi? Szerintem a legrégebbi. Ami idősebb tőlem, hát szerintem vagy a vaskaptafa, vagy ez a régi csipeljük fogó.
vagy harapó éppen, ami még apám dolgozott még. Ugye még mondtam, hogy 42 évet dolgozott ebbe a szakmába. Dolgozhatna sajnos, de hát... Neked van családod, ugye? Van, persze, van két. Fiú van? Van egy fiú, meg van egy kislány. És valamelyik esetleg, vagy még nagyon gyerekek? Hát a fiam az 5 éves, de ő már mondja, apa, én olyan akarok lenni, mint te. Ó, hát ennél szerintem hát nincs is szebb. Hát persze, ezen akkor dagadom eljem. Aha. És van olyan, jó, tudom, hogy 5 éves gyerek még nagyon kicsi, de van ebből a munkából valami olyan, amit rá lehet bízni már egy 5 évesre is? Hogy csak azért, hogy lásd, hogy mennyire van hozzá. Hát persze, be szoktak jönni hozzám, ugye? Szíjjáhánynak minden. Aha. Azt rá lehet bízni, hát nem, még fiatalok hozzá, az ugye mégiscsak veszélyes dolgok, kés, tűk, olló, azért na, még gyerekezve nem valahogy mondják, kés, villa, olló. A picit visszatérve a cipőkre, meg magára a javítás dologra, ugye itt kérdeztem már, hogy van-e olyan, amikor igazán jó bőrcipőt hoznak be, vagy úgy látod, hogy na, ez tényleg egy cipő, nem pedig egy széria gyártott valami. Olyankor egy picit, hogy mondja, másképp dobog a Schuster szíve is? Vagy? Hát őszintén megmondom, az egy régebbi cipőve, ami még meg volt csinálva, ugye, könnyebb dolgozni, ugye. Könnyebb belevenni a szeget, vagy könnyebb megtalpalni, megsarkalni, mert ugye az még bőrből van összerakva. De ezek a mai cipők, ezek meg dermantin, műbőr, meg ilyenek, kicsit... És mondjuk egy 30-40, tehát mondjuk egy idősebb cipőnél, ami még bőrből van, ami még jó anyagban, ott például az anyag nem öregszik el annyira, hogy... De van olyan, van olyan, hogy behoznak, hogy el van, sokat állt, elavul, akkor ugye azzal nem tudunk csinálni mi se semmit, ugye. Akkor mondjuk a kliennek, hát én már az övét leszolgáltam, hagyjuk pihenni. De tudod, te egy cipész azt tudja, hogy mondjuk egy bőrcipőt mivel jó ápolni? Milyen anyagok kellenek ahhoz, hogy ne töredezzen, hogy mondjuk kicsit vízálló maradjon? Hát, hogy ne keményedjen, ugye a régiek, hogy ugye kenték disznózsírra, kenték a régi bőrcipőket, vagy vazelinne, vagy hallottam házi olajja. Tehát vannak ilyen praktikák, vannak, amik ezek. De tulajdonképpen a műbőrnek mindegy, mert az... Hát a műbőrnek, ugye a műbőrre általában a boxot, boxolják, más semmit. A cipész, vagy más néven Schuster szakma, illetve megnevezés alatt jelenleg a lábbeli készítésével és javításával foglalkozó szakembert értjük. Magyarországon a 18.-19. században az egyik legjellegzetesebb, de mindenképpen a leggyakrabban előforduló szakma volt. Ekkor még a nagyobb falvakban is több ezzel foglalkozó mester dolgozott. Azt mondtad, hogy ez már ragasztva volt. Igen, ezzel direkt van is nekem itten, hogy a klienteknek tudja megmutatni, hogy ilyenre semmiképpen ne ragaszták a cipőket. Mert csak bekeményíti, eltöri, kirepedezedik, de semmit nem fog. Tehát nem csak, hogy a ragasztó keményedik meg, és tulajdonképpen nem lesz ragasztása, hanem magát az anyagot is? Az anyagot is tönkre teszi, megkeményedik, és semmi baj, úgyis lát. Aha. Azt átkeszed, át kell. És akkor ezt a bőrrészt, ami ide be van húzva, azt is tönkre teszi, hát és meg ugye, már... Persze, meg itt már hagy fotokat, ugye a ragasztó nyoma. Tehát akkor pillanatragasztóval ne ragasszuk a cipőt. Hát én ajánlom, hogy ne ragasszuk. Aha, értem. Jó, értem. Az egy tárgy, az összenyomtuk és álljon az. Aha, értem. És az a ragasztó, amit te használsz, az viszont? Ez direkt cipős ragasztó, ez meg is fogja, és hajlik a cipőjű együtt. Aha, és ezt a legszakszerűbben egy csavarhúzóval lehet felülni. Hát csavarhúzó, kis egyes tárgy, ecset, ugye. Aha. De hát ecsettel nem szeretek dolgozni. Ez egyébként abba különbözik a pillanatragasztótól, hogy ennek utána megmarad egy kis rugalmassága, hogy... Persze, meg megfogja, nem dobja el magától az anyagot, ugye. Értem. Szóval, ugye ti egy négy tagú család vagytok, a szűk család, feleséget, két gyerek, hogy meg lehet ebből élni? Vagy egyáltalán mit lehet erről elmondani? Hát őszinte, ha őszinte akarok lenni, meggazdagodni nem lehet belőle, de megélni meg lehet. Azért meg lehet belőle élni, hogyha az ember csinálja becsületesen,
meg lehet belőle élni. Gyakran van olyan, hogy annyi sok megrendelés van, vagy annyi sok munka van, hogy haza is jut belőle? Szokott lenni, ugye, amikor szezon van. Jönnek. Szezon? Mert hogy? Hát mikor jönnek a rossz ideig, ugye. Jönnek a rossz idejük, az esős, a hideg, a fagy. Ugye nyáron mégiscsak kevesebb a munka, mert el vagyunk egy topánba, egy szandálba. Egész nyáron ugye el lehet lenni. De télen azért ugye már kell a bakkancs, a cipő, a csizmák. Tehát most tulajdonképpen január elején, amikor vagyunk, teljesen szezonban. Hát szezonban. Ünnepek után vagyunk éppen, ilyenkor kicsit megcsapan ugye az ünnepek véget. De általában ősztű tavaszig van. Értem. Na, nem semmi. Szóval meg lehet belőle élni. Az biztató. 10 éve csinálod, szerinted 30 év múlva, 40 év múlva fogod csinálni? Hát szeretném, őszintén szeretném csinálni, de ugye rengeteg klient, kumcsaft, ismerős, ugye kim van a külföldön. Kimentek, és... Az egyébként, hogy annyian sokan vannak kint, az hatással van? Hát persze hatással van, ugye mert valaki ugye már hazajön külföldről, ugye már kis több pénzzel jön haza. Aha. Ugye már most egy cipőjére leválik, mert sokan úgy látom, hogy ha több van, akkor már hagyjuk a most a régi cipőt, kidobjuk, veszünk egy újat, ugye. Egyébként van ilyen, így van. Ha anyag értelembe veszem, akkor még cipőt javítatni még mindig jobban megéri, mint újat venni, ugye? Újat venni. Hát szerintem igen. És egy cipőjavító, egy cipész az hogy vélekedik arról, hogy mi az az értékhatár, vagy az a százalékos arány, amíg még érdemes cipőt javítatni? Hát, őszintén, hát amíg családomat el tudom látni belőle, aha, addig szerintem... Másra gondolok. Mondjuk nézi ezt egy csomó ember ezt az adást, és mondjuk vannak otthon rossz cipői, de azt mondják, hogy eddig azt gondolták, hogy erre a cipőre már nem költünk, ez már kiszolgálta, azért nem tudom. És igazából az érdekel, hogy mennyi a legnagyobb javítás, amit egy cipőnél lehet végezni? Most konkrétan anyagi értelme. Tehát, hogy mondjuk ide hozok egy szacskának ment cipőt. Hát általában ami a legdrágább szokott lenni egy cipőbe, ugye igen? A talpa eltörik darabokra, elhullik, és akkor tiszta új talpat kell rátenni. Olyasmi anyagból, mint amiből az előbb a sarkat vágtam. Nem, az nem. Van kész talpak, ugye szoktunk menni. Szoktuk rendelni, ugye mi is. Általában az szokott lenni a legdrágább egy cipőn, a tiszta utalpat csinálunk. De az például egy 45-ös lábnál, ami elég nagy, az úgy grívnyebb aki? Hát olyan 300-400-ig kerül. Ez már a talpal együtt munkával mindennek. Tehát mondjuk van egy olyan cipőm, aminek el van törve, egy bakancsom, el van törve a talpa, akkor 300 grívnyeért körülbelül 3-400 grívnyeért új talpa van. Igen, az munkával hát együtt fel, átragasztva, körülvarva, garanciáson. Garancia is van? Persze, hogy nem fog leválni, biztos, hogy még hazamegy benne. Még hazamegy benne. Nem, viccelek, de ez nekem nagyon érdekes egyébként, mert hát azért most már egy cipő 2-3 000 grívnyánál kezdődik. Hát egy jó, normális cipő, persze. És ahhoz képest meg a 3-400 grívnya egy talpér, ami talán azt mond, én laikusként azt gondolom, hogy a legfontosabb része egy cipőnek. Hát igen, lehet te így beszélsz, de sokan azért meggondolják. Értem. Aki cipőt hoz javítani, az általában nem tudom, vagy szereteti a cipőt, vagy nem jut újra. Úgyhogy szerintem... Ez a szegény emberek sportja? Hát nem a szegény embereké, de közebb kategória, vagy hogy mondja, nem tudom. De mondjuk azért olyan, ritkán van olyan, hogy olyan ember jön be cipőt, olyan ember hoz be cipőt, akin úgy látod, hogy na ő minden nap ehetne magának. Hogy megteheti. Hát van, akad, van aki, na, van beleülük, de... Kevés. Aha. Ma a szakma jó részt gépesített, ami az emberi erővel hajtott varrógépek elterjedésével kezdődött. A népesség növekedése és az ipari forradalom vívmányai erre a szakmára is rányomták a bélyegüket. Míg ma a géppel készült cipők előállításához elegendő a betanított munkások közreműködése, a hagyományos, kézzel készült, varrott, faszeges cipők elkészítéséhez jól képzett cipészmesterek kellettek. Ma már csak igen kevés cipészműhely létezik, ahol még mindig a régi módszerekkel készítenek lábbeliket.
Úgy arról valami meglátásod, hogy mondjuk ugye az évek során, az alatt a 10 év alatt, vagy ha mondjuk az utolsó 5 évvel ezelőtti időszakot nézed meg a mostanit, és tudom, nagyon sokan dolgoznak külföldön, mennyire divat most, vagy mennyire van jelen az emberek életében, hogy cipészhez fordják a cipőjüket? Hát őszintén minél tovább, annál lassabban, kevesebben jönnek. Minél tovább, egyre tovább, kevesebben. De ennek ellenére mégis azt mondtad, hogy 30-40 év múlva is ezt szeretnéd csinálni. Hát ezt szeretném csinálni, remélem, hogy ezt fogom csinálni. Aha. De erre nem tudok. Nem tudom, a jövő mi lesz, mit hoz a jövő. Cipésznek milyen a cipője? Lukás? Szokott. Igen? Volt rá példa. Aha. Te egyébként milyen cipőket hordasz így a magánéletben? Hát ilyen egyszerű, kényelmes legyen, ugye? Aha. Nincs kimondottan olyan, hogy Schuster cipő. Nem, egyszerű, kényelmes legyen. Említetted, Zoltán, hogy elsősorban javítással foglalkozol. Sose gondoltál arra, hogy alkoss is, tehát hogy cipőt hozzá létre? De őszintén nem. Lehet, hogy ahhoz még 10 évnek mondjuk el kell telnie? Hát vagy? Lehet. Aha. Lehet, hogy majd a fiamat már fogja csinálni. És tudnál egyébként? Hát nem tudnák, ugye még 10 év ezelőtt kezdtem, még a régiek csináltak. Azt én értem, azt én mindent értek, de hát volt már annyi cipő a kezedben, annyi eszköz, hát pontosan tudod, hogy ahogy mondtad, hogy szinte doktornak érzed magad a javításnál. Hát pontosan tudod, hogy néz ki egy talp, mi kell ahhoz, hogy a felső rész rákerüljön. Hát ha így volna előttem minden, szerintem össze tudnám rakni. Össze tudnám. És mitől függ, hogy nincs előtted? Hát ugye a szerszámoktól, hogy minden mi azt sámfára kell húzni, ez teljesen más. Én olyanokkal nem foglalkoztam sose. Aha. Ez még édesapám. Édesapám tudná biztos. Hallhatták Zoltánt. Ez egy olyan szép szakma, és hány még hány hasonló van itt Kárpátalján, amiből igenis meg lehet élni. Úgyhogy ha megbetegszik a cipőnk, akkor irány a cipőjavító, és ő majd meggyógyítja nekünk. Reményeink szerint még 30-40 év múlva is.